fizetnek egyet a Balatonban. 2024 végéig meghosszabbítják a lakáshitel kamatstoppot. Hogy ez mit jelent egészen konkrétan, itt van Borbétó Zsuzsa, független hitelszakértő a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És nagyon fontos, hogy ez kiket is érint a gyakorlatban. Érinti mindazokat, akik változó kamatozású hitellel rendelkeznek, és ez közel 302 000 családot érint, akiknek továbbra is ez év december végéig kamatstopp hatája alá került a hitele. Ez mit jelent a kamatstopp? Milyen százalékokról beszélünk a kamatstopp esetében? Ez egy kamatfixálást jelent, még 2021. októberében fixálták be a kamatokat. Egy kamat az ugye két részből áll, a referencia kamat és a kamatfelár, és ez azt jelenti, hogy ilyen 5% körüli kamattal rendelkeznek, akik védve vannak a kamatstopp hatája alatt. Ez mindenféleképpen számukra egy jó hír, viszont vannak olyanok, akik továbbra is veszélyzónában vannak valami miatt. Kik azok? Igen, az 5 éves kamatperiódusú hitellel rendelkezők, hogyha kamatforduló történik, akár ebben az évben, tehát akkor 2019-ben indították, részükre a bank küld egy értesítő levelet, átárazza a hitelüket, piaci ár környékére, de még mindig kedvezőbbre. Na most nekik érdemes megvizsgálni ezt az ajánlatot, és elég nagy különbség van az egyes bankok ajánlatai között, sok esetben, számos esetben érdemes kedvezőbbre váltani ezeket a hiteleket. Ez mindenféleképpen fontos, hogy tehát ha kapnak egy bármilyen e-mailt adott esetben, vagy értesítést akár levélformában a banktól, akkor azt jó alaposan olvassák el, és erre figyeljenek. Érdemes elolvasni, és érdemes akár független hitelszakértőhöz fordulni, aki teljes rálátással rendelkezik a piacra, és tanácsot tud adni, főleg abban az esetben, hogyha még nagyobb összegű hitel, illetve hosszabb futamidő van hátra. Igen, mert ugye nagyon sokszor abba a hibába esnek emberek, hogy kapnak általában e-maileket mondjuk a bankoktól, de ezek olyanok, amikben ajánlatokat erős adnak. Erős jogi nyelvezeten van megfogalmazva, és ezért néha elveszik a lényeg, de érdemes átolvasni, így van. Hogyha független hitelszakértőhöz fordulnak az emberek, vagy adott esetben mondjuk elkezdenek önmaguktól tájékozódni, akkor mit tegyenek konkrétan? Menjenek fel a különböző bankok oldalára, vagy akkor a független hitelszakértő segít nekik ebben, hogy hogyan tájékozódjanak, milyen portfóliók vannak? Uh-huh. Érdemes természetesen akár azzal indulni, hogy banki összehasonlító portálokat tanulmányozni, de hogyha ténylegesen el akar valaki indulni egy személyre szólóan legkedvezőbb ajánlattal, akkor a saját bankjánál is érdemes tájékozódni, de hogyha a teljes piacot, tehát az összes bank kínálatából a legjobbat szeretné megtalálni, ebben a független hitelszakértők tudnak segíteni. Mert hogy adott esetben mindig lehet egyedi kamatot is kiharcolni a bankoknál, mert hogyha már nem tudom valamennyi ideje, vagy valamilyen körülmények között lenne ott az ember, akkor még kedvezőbb százalékokat is elérhetne adott esetben. Jelenleg valóban az egyedi kamatkedvezmények időszakát éljük, amit bármennyire is meglepő, nem feltétlenül a számlavezető banknál fog megtalálni. Ebben is érdemes egy hitelszakértői közreműködést igénybe venni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy jelenleg, ha valaki felmegy egy összehasonlító portál oldalára, akkor lakás célú kamatnál ilyen 6,3-6,9% közötti kamattal találkozik. Ezzel szemben, hogyha a jövedelme az igénylőnek eléri a 4-500 000 forintot, akár háztartási szinten, és a hiteligény meghaladja a 20-30 millió forintot, akkor akár 5-össel kezdődő kamatajánlatot is elérhet. Mi történik 2024 vége után, tehát 2025-ben? 2024 végével, hogyha valóban véget ér a kamatstopp, hiszen ez már több alkalommal meghosszabbításra került az elmúlt 2,5 évben, nagyjából erre lehet számítani, akkor valóban érdemes ránézni ezekre a hitelekre. Valamelyest passzívvá tette a hiteleseket az, hogy folyamatosan egy intézkedés hatása alatt volt ide. A jelenleg a változó kamatozású hitelek egyrészt a többsége az még a forintosított devizahitelesek köréből kerül ki, akinek ugye forintosítás volt, moratóriumot élvezett, utána a kamatstoppot. Az a veszély ennek, hogy menedzselni kell ezeket a hiteleket. A kamatstopp végén egészen biztos, hogy érdemes ránézni, és körülnézni a piacon, hogy elérhető-e egy kedvezőbb ajánlat. Milyen a piac jelen pillanatban? Ugye a százalékokat már lehetett hallani,
hogyan pörgött föl korábban is, amikor volt itt a vendégünk, akkor lehetett erről hallani, hogy beindult jobban, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Most mi a tapasztalata a lakáshitelpiacon? Mind az ingatlanpiac, mind a lakáspiac, a hitelpiac egy nagyon erőteljes lendületet kapott ez év januárjától. Ezt erősen drájvolta az, hogy a kamatstopp az, a kamatplafon lecsökkent 7,3%-ra januártól, és ilyen hatossal kezdődő banki ajánlatokkal találkozhattak a lakáshitelek, és ezen túlmenően, ami megjelent a piacon, hogy az előző évben rengeteg volt az elhalasztott vásárlás, az elhalasztott ingatlanpiaci tranzakció. Egy bizonytalan gazdasági környezetben kevésbé léptek. Na most ezek az elhalasztott vásárlók tértek vissza a piacra ez év első, illetve második negyedévében, illetve fokozatosan megjelennek a befektetési célú vásárlók is a piacon. Emiatt lendületet kapott mind az ingatlanpiac, mind pedig a hitelpiac. Mondhatjuk azt, hogy egy 3-4-szer annyi ingatlan, illetve hiteltranzakció van ebben az évben, mint az előző év hasonló időszakában. Mire lehet számítani? Adott esetben lesznek még jobb kamatok a következő időszakban? A következő negyed fél évben inkább oldalazásra számítunk. Egy nagyon lassú kamatcsökkenésre a következő két évben, és hogyha a gazdasági folyamatok jól alakulnak, akkor egy 2-3 éven belül visszakorrigálhat a kamat környezet akár egy 4% körüli szintre, és akkor mindenképpen érdemes lesz majd megvizsgálni a drágábban, tehát a 7-8, akár 10% feletti kamattal felvett hiteleket, viszont kivárni a következő fél évben nem érdemes, ha valaki ingatlan tranzakció előtt áll, hiszen a forgalomképes helyen lévő ingatlanok ára valamelyest növekszik, tehát egy ilyen 2-5%-os növekedést prognosztizálnak a szakértők. A hitelkamatok azok nagyjából így oldalaznak év végéig, tehát ezzel a 6-6,5% közötti kamatszinttel lehet és érdemes számolni. Borbély Tóth Zsuzsa, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, nagyon hasznos információk voltak. Én is köszönöm.